Valorant legújabb pályája a Lotus, amely január 10-től lesz elérhető mindenki számára. Volt alkalmam kipróbálni a pályát az amerikai tesztszervereken a megjelenési idő előtt korábban. Ebben a videóban, ahelyett, hogy 10-20 perceket unalmasan végigmennék a pályán, amit amúgy kosztümben nem is lehet a tesztszervereken, és ami amúgy hamarosan elérhető lesz mindenki számára, inkább összefoglalom tömören és röviden azokat a tippeket és gondolatokat, amelyeket több óra játékidő után már le tudtam szűrni a pályáról, és amelyek segíthetnek ahhoz, hogy könnyedén nyert az első pár gémédet ezen a mapon. Szóval mit kell tudni a Lotus pályáról? Először is a pálya három side-ból áll, a pálya nagy. A C-site-ról A-site-ra, ha biztonságosan Defender oldalon akarsz átrotálni, 20 másodperc is eltelik. Még hogyha minden keresztül mész, 17 másodperc telik átmenni egyikről a másik site-ra. Attól függetlenül, hogy a pálya nagy, rettentő zegzugos és vékony folyosókból áll. Mint minden pályán van valami egyedi, a Riot itt is hozott valami különlegeset. Ezen a pályán találkoztatunk szétlehető ajtóval, egyirányú szakadékokkal, de talán ami a legegyedibb, az pedig a forgó ajtó. Ebből kettő is van a pályán. Ha megnyomjátok a gombot, az ajtó átforog, a térkép jelzi, hogy aktiválva van, és rettentő hangos. Amint befejeződött a pörgés, ismét aktiválható, viszont előtte nem lehet újra aktiválni. Nem tudjátok szétlőni, és nem tudtok beragadni az ajtóba, már próbálták sokan. Rengeteg outplay potenciált találtam benne, főleg shotgun playekre, az echo roundokra rettentő erős camper pozíció. Az őrletbe lehet kergetni az ellenfeleket az ajtóval, fékelni is lehet, mivel nagyon hangos. Nekem nagyon tetszik, rettentő király újítás, és rengeteg opciót látok arra, amikor hasznos és amikor irritáló lehet. A pálya egyébként tele van dobozokkal, amik átlőhetőek, de ne aggódjatok, nem ilyen kezdetleges pörszint, ahol mindenhol dobozok vannak és rettentő irritálóak. Itt kellően elég doboz van arra, hogy van way smoke-ot tudjatok kialakítani és wallbangelni, viszont nem túlságosan sok. Egy másik újítás, a pálya C pontja fele van egy kis homokdűne is, amelynek a tetején át lehet lőni. Maga a pálya egyébként habár nagy, a szájtok nem túlzottan nagyok, sőt, független attól, hogy sok felől lehet őket megközelíteni, elég kicsinek tűnnek, és érződik rajtuk az, hogy néha elég nehéz kezelni a pluspent, illetve a plant szituációkat, pontosan azért, mert kicsik a szájtok, és bármilyen gránát vagy bármilyen flash az egész szájtot eléri. Egyébként a támadók nagyon kis helyről kezdenek, a védők teljesen ki vannak tolva az összes site-ra a kezdés előtt, ez érthető, viszont rengeteg helyen van olyan, ahol early pickelni lehet védőként, és amelyre ha nem vigyáztok támadóként, bele tudtok szaladni egy gyors halálba. Szóval akkor tippek. A plant zóna a site-on legnagyobb. Bén a legkisebb, itt nagyon keskeny sáv van, ahol tudtok plantelni, és meg van sűjítve az egész plant zóna, és C-n is egész érdekes, föl és alul is lehet plantelni. Elég sok érdekes helyre plenteltek az emberek, főleg C-n is án, akár a doboz mögött, akár fenn a rámpán, vagy án, arra kell figyelni, hogy nagyon sok doboz átlőhető, és ezek a default plentek itt nem a legbiztonságosabbak. Hogyha bén akartok plantelni, csak úgy, mint Heaven-ön, itt is a legnagyobb eséllyel kell egy Sage fal. Csak mivel meg van emelve és sűrítve mindenhol a pálya, ezért figyeljetek arra, hogy a Sage falt át lehet ugrani nagyon sok helyen. A C-site-on a homokdűnék mellett van egy early peak pont, ahol a védekezők előszeretettel pusolnak ki és kempelnek, erre vigyázzatok kell támadóként. Ugyanez igaz a B-site-on. A védekezőknek van elég ideje arra, hogy átmenjenek a doboz mögé az ajtó előtt, és ezért azt tanácsolom, hogy amikor tisztítjátok ki ezeket a szájtokat, mindig wallbangeljétek a dobozokat. Omennel elég sok vanvét találtam, főleg védekező oldalon, amelyeket könnyedén tudtok alkalmazni és agresszív omen playeket tolni. Mint mondtam, az ajtót ki lehet használni, de nagyon hangos és veszélyes. Sneaky playekre nem a legalkalmasabb, az A-site-on a fa mögé simán el tudnak bújni például az emberek és levárnak téged egy shotival. Habár a pályán vannak nyitott pontok, nem igazán alkalmas a pálya arra, hogy sok helyen operátorozzatok. Alszájton van a legtöbb ilyen, kezdés után egyből könnyedén tudtok píkelni védekezőként, mivel ez a legnyitottabb. A C-szájton is lehet felezik mögül, viszont mivel ezek rövidebb píkek, ezek sokkal kisebb távolságok, ezért figyeljetek arra, hogyha nem jettel vagy nem egy olyan karakter játszotok, akinek van dash-e, elég nehéz operátorkodni miden és C-szájton. Mivel a pálya nagyon sok helyen magasított és sűjesztett, ezért sok angle van, meg kell tanulnotok, amit ki kell tisztítanotok, ezért ne féljetek lassan retake-elni, vagy akár csak lassan pusolni egy site-ra, ahelyett, hogy agresszívan berohantok. A pálya támadó oldalán egyébként, ha benéztek a repedésbe, találkoztok babarral és micimackóval is. A pálya három orbot tartalmaz, így azon agentek, akikkel orb farmolás elsődleges, itt szintén nagyon erősek. Apropó agentek, kiket ajánlok és milyen képességek azok, amelyek szerintem a legjobbak erre a pályára? Először is, mivel a pálya nagyon zegzugos és folyosókkal teli, mindenféleképpen a flash az, ami dominálni fog ezen a pályán. Flash-elő, pusoló, területfoglaló ügynökök, például Breach, Sky vagy Fade initiatorok közül szerintem nagyon erősek lesznek. Duelistek közül a flash, illetve a mozgás preferáló agentek, Neon, Yoru, Riz. Rettentő irritáló, szűk folyosókon beleszaladni egy Riz gránátba, amit ki sem lehet dodge-olni, illetve a szájtok is kicsik, és nagy valószínűséggel el fog kapni a gránát.
Kontrollák közül szerintem ezen a pályán Viper háttérbe fog szorulni. Sok a szájt és sok helyen kell smoke-olni, így szerintem azok a kontrollák, amelyeknek három smoke-juk van, például Astra vagy Brimstone, előnyben részesülnek. Agresszív playekhez szerintem Omen nagyon király, és rengeteg Omen one-way smoke-ot találtam, főleg Omennel és Peach-el játszottam az elmúlt game-eimet. Ne feledjétek, jön a hatalmas Omen nerf, amivel már nem tudtok falba rakni one-way smoke-okat. Azok a one-way-ek, amelyek doboztetőkre mennek, még ugyanúgy használhatóak, viszont így valószínűleg Omen háttérbe fog szorulni egy nagyon picikét a többi kontrollhez képest. Sentinelek közül Cypher szerintem nem olyan erős, mint amennyire erősnek tűnik elsőre. Mentem vele pár gémet, de nem volt olyan hatalmasan sok hely, ahol tudtam volna a trapfire-öket rakni, amelyek one-way-ek, egész könnyedén voltak olvashatóak. Hiába vannak jó kamerái, és egész jó mély kamerákat lehet rakni, mivel a csapdákat nem tudtam kihasználni, és még nem volt elég időm ahhoz, hogy megtanuljam a one-way-eket, amelyekből szerintem sokkal kevesebb van, mint bármelyik másik pályán. Én szerintem Cypher nem a legideálisabb Sentinel. Szerintem Killjoy a csapdáival sokkal erősebb, de szerintem a legjobb Sentinel erre a pályára Sage. Szerintem ez Sage-nek az egyik legjobb pályája lesz. Rengeteg orr van, amit lehet farmolni. Rettentő sok fal potenciált láttam, akár a bombát elfalazod, vagy felfalazod magadat. Rengeteg slow orbot tudsz elhasználni ezeken a szűk folyosókon, amelyet nem lehet kidodzsolni. Szóval ezek a pikjeim. Breach, Sage, KO, Sky, Brim, Astra, ezeket javaslom kezdésnek. Összegezzünk. A pálya rettentő jól néz ki. Gyönyörű, részletes és egzotikus. Habár nagy és bonyolultnak tűnik első rálátásra, könnyedén belejöttök majd. Szerintem rettentő király, és habár zegzugos, és tudom néha frusztráló lehet, mivel elég sok folyosó van, nem éreztem azt, hogy be voltam ragadva egy lényre. Nekem nagyon tetszett a map, és szerintem az egyik kedvenc mapom lesz. Kíváncsian várom, hogy ti mit gondoltok. Gyertek vissza a videóhoz, amint élesben tudtok játszani a Lotuson, és kommenteljetek, kíváncsi vagyok a véleményetekre. Neked bejön a map?